Szeretettel köszöntök mindenkit itt a nagy létszámudarma beszéden. Kellőképpen zavarba vagyok és izgulok, úgyhogy kérlek nézzétek el nekem, hogyha néha elbotlik a nyelvem. Ebben az évben kicsit az életem felfordult. Februárban indult el egy olyan korszakom, amikor nem tudtam, hogy hogyan folytassam tovább az életemet. A munkámat feladtam, mert abban már nem találtam eléggé meg magamat. Nem találtam meg a lelkesedésemet, a motivációm az elveszett. Ezért úgy döntöttem, hogy akkor most változtatnom kell. Először úgy gondoltam, hogy akkor ez azzal jár, hogy akkor mindent feldobok az életembe, kezdek valami teljesen másba, hát ha ott megnyílnak új kapuk, és ez így is történt. Utána kiköltöztem Nagymarosra, Csillával, akivel nagyon jó 3 hónapot töltöttünk el ott. Én ott egy kemény munkába kezdtem magammal, hogy akkor mi történjen, mi legyen, mit hozzon a jövőm, mi legyen az új utam. Hát az a 3 hónap az elég kemény volt, és elég mély volt ahhoz, hogy utána se tudjam, hogy mi legyen velem. És akkor abban a 3 hónapban szerencsére el tudtam kezdeni foglalkozni asztrológiával, ami nagyon sokat segített abban, hogy így a világban mozgó, meg a bennem mozgó energiák milyen irányba vihetnek, vagy mik azok a kapaszkodók, segítségek, amik oda vezethetnek, hogy egy elégedett életet élhessek. Mindeközben kedves ex-főnököm Kászon ajánlotta, hogy jöjjünk el ide egy május elejé napon, amikor már kezdett nagyon jó idő lenni, jött a nyár. És amikor ezt kimondta, hogy jöjjünk el ide, akkor már megmozdult bennem valami, hogy itt lesznek lehetőségek számomra is, azzal kapcsolatban, hogy merre és hogyan tovább. Úgyhogy boldogan eljöttem, és már az első perctől kezdve így mozgódott bennem az elhatározás, hogy nekem itt van dolgom, és itt rengeteg jó tapasztalatot és élményt szerezhetek. Kapásból belefutottam Attilába, a kertészünkbe, akivel azóta is nagyon jó barátságot ápolunk, és remekül tudunk együttműködni. Minden mellett a Sunimoktól kapott rengeteg tanítás is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy oda eljutassak, ahol most vagyok, és amilyen most vagyok, és hogy egyáltalán itt ülök, és tudok beszélni értelmesen, összefüggően. Úgyhogy ez is egy jó jele annak, hogy azért jó úton járok. Az itt eltöltött idő nagy része abból állt, hogy rohangálunk, rengeteg dolgunk van, amiben egyébként pont az a jó, hogy gondolkozni nincs túl sok időnk, egyéb kilengéseknek sincs helye, mert csinálni kell, mert ott kell lennünk és figyelnünk kell, segítenünk kell a beérkező szangának az elvonulásokra, és fenntartani az egész helyet ahhoz, hogy ez úgy működjön, ahogyan most is működik. Mindamellett, hogy mi nagyon sok energiát belefektetünk abba most is, meg az előttünk lévő emberek is sok energiát belefektettek abba, hogy ez a hely fennmaradjon. Még így is azt gondolom, hogy kevesek vagyunk, még mindig lehetne sokkal jobban csinálni, de ahhoz meg segítség kell. És ez csak az egyik része, a másik része a lelki fejlődésünk, amit itt megkaphatunk. A saját befektetett energiánkból is, meg a Sunimok által belefektetett energiába, amit mi kapunk tőlük, odafigyelést, gondoskodást, és ezt a rengeteg tanítást, amit mind a énekléseken, a meditációkon, a van interjúkon keresztül kaphatunk. Meg hát a beérkező szangától is rengeteg segítséget kapunk mi is, meg mi is adhatunk nekik is. Úgyhogy ez egy remek ilyen körforgása az itt létemnek. Hogy annyi új emberrel találkozok, és jó emberekkel találkozok, akikkel megtaláljuk a közös hangot, és rengeteg információt, tanítást kaphatunk akár egymástól, akár ha csak azt nézzük, hogy tükröt tartunk egymásnak, rengeteg olyan pozitív része van, ami csak és kizárólag a hasznunkra válhat. Úgyhogy én azt érzem, most már itt vagyok lassan 3 hónapja, és ez a 3 hónap elég intenzív volt ahhoz, hogy az eddigi életemet teljesen felfordítsam, és egy teljesen új módját megtapasztalhassam a létnek. Mert azért itt a reggeli koránkeléstől kezdve az, hogy későn este fekszünk le, keveset alszunk, főleg ha egy elvonulás van, hogy pont a mostani lezárult haladó elvonulás, az még inkább egy edzőterem, lelki és fizikai szinten. Főleg úgy, hogy nekünk rezidenseknek egyrészt oda kell figyelnünk mindenre, másrészt ugyanúgy részt veszünk valamilyen szinten az elvonulásban, amennyit az időnk engedi, és ez a kettő azért elég combos. De mindezek szerintem teljesen jól hasznosulnak bennünk, akikkel itt együtt élünk most. Másrészt meg azt gondolom, hogy olyan szoros kapcsolatok épülhetnek ki,
közöttünk, akik itt a bent élők, vagy akár a vendégrezidensek, akik minden héten vagy a hónapban többször bejárnak nekünk segíteni. És ez óriási élmény, mert a külvilágban kevésbé tudunk úgy kapcsolódni itt valahogy ez a közeg, ami egyébként maga a templom, mint egy védőburok véd minket a külső behatásoktól, ami egyébként tök jó, mert amikor mondjuk innen kimegyek és mondjuk bemegyek Budapestre, az a rengeteg információ mennyiség, amivel szembe találkozok, az régen is elborzasztott, de most már még inkább, mert látom a különbséget a kettő, a templomi letisztultság és a városi zűrzavar között, de nem lehet elbújni a külvilág elől, nem is szabad. És az itt egy gyakorlatom lényege az is, hogy amikor én úgymond kimenekültem a városból, mert már nem bírtam azt, ami ott van, abban a menekülésben is éreztem, hogy ez nem helyén való, és ezzel is valamit kezdenem kell, mert azért elég sokan élünk a Földön ahhoz, hogy ez ne lehessen elkerülhető, hogy a többiekkel is találkozzunk. Úgyhogy most már úgy érzem magam, hogy itt bent is megtaláltam azt, hogy lehet kezelni azt a rengeteg átfutó embert és a bentlakókkal kapcsolatos problémákat, amik szerencsére elég hamar jönnek-mennek, hogy már a külvilágban is azt tudom jól kezelni azt, hogy ez a feszültség, ami van egy nagyvárosban, az mondjuk ne legyen olyan hatással rá, mint amennyire eddig volt. A itt létem lelki oldala is nagyon izgalmas és érdekes is, mert ahogy bejöttem, elindult bennem egy olyan folyamat, ami a szörfözéshez hasonlítható, ezt már dalmabeszédből is talán hallottatok. Én is ez engem amúgy is megfogott, mert szeretnék szörfözni, és tudom, hogy milyen ereje van az óceánnak, ami lehet egy szimbolikája annak az érzelmi oldalunknak, ami minden emberben ott van, az az óriási, akár érzelmi zűrzavar, akár érzelmi gazdagság. És hogy ezt itt bent azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb kezelnünk. Mind a gyakorlatok miatt, amik rengeteg segítenek abban, hogy ne sodorjon el minket az az egyes óriási hullám, ami éppen feltámad bennünk, mint érzelmi zűrzavar. És ezt tudjam én is úgy kezelni, hogy kicsit hátra lépjek, és akkor azt mondjam, hogy jó, ez megy bennem, de közben van dolgom, csinálnom kell, foglalkozni kell másokkal, meg kell hallgatni, mik a teljesítendő kérések, és ez nagyban hozzájárul az, hogy ezt kint is alkalmazhassam majd a későbbiekben. A kerttel természetben nagyon szeretek lenni, szeretek foglalkozni a növényekkel, mind a technikai rész is érdekel, mert rengeteg olyan dolgot tanulhatok, láthatok, amit egyébként szerintem a hétköznapokban kevesen tapasztalhatunk meg, hogy hát a bármi nemű villanyszerelésen keresztül a szennyvíztisztításon át, amik szerintem tényleg sem nagyon minimális százalékban jelenik meg a hétköznapi emberek életében. Persze az ember lebecsmérelni akarom őket, csak hogy amit én városiként éltem meg, annál elképesztően tágabb a világ, és elképesztően sok minden van, amivel itt bent kell foglalkoznunk, és szükséges ahhoz, hogy működjön a dolog. És nagyon jól megtapasztalnom el bentlétemmel kapcsolatban, hogy amit termelünk a kertben, azt mi is megesszük, és oda is tudjuk adni, felajánljuk a bejövő szangatagoknak. És hogy ez is remekül működik, azért, mert a rengeteg befektetett energia megtérül, már amennyire képesek vagyunk, vagy amennyi erőnkből telik arra, hogy gondozzuk és ápoljuk a növényeket, meg gondozzuk, ápoljuk az épületet, és a kapcsolatainkat is ápolhassuk itt bent a többiekkel, mert az is nagyon fontos. Azt hiszem, hogy itt bent a emberekkel való együttműködésnek egy mintapéldája lehet ez a templom, mert tényleg nagyon fontos az, hogy képesek legyünk úgy valamilyen szinten érzelemmentesen kommunikálni egymással és az unimokkal is, hogy az zökkenőmentes legyen. Vagy ne azt adjuk egymásnak, ami éppen belőlünk kizúdul, vagy kiomlik, hanem ami egy letisztult, egyszerű és egyhegyű válasz, ami segített abban, hogy itt ne legyenek óriási zűrzavarok, ami akár egy kis létszámú egységben is óriási problémákat gerjeszthet, ami minimálisan tapasztalhatunk, de azt gondolom, hogy itt mindenki foglalkozik annyit magával, hogy ez képes legyen kezelni, meg foglalkozunk egymással is annyit. Figyelő odafordulással, ami nagyban engem is segített abban, hogy azokat a mély hullámokat, amiket nem tudtam meglovagolni, és beforgattak maguk alá, hogy onnan ki tudjak jönni, és kapassak újból levegőt. És ezt köszönöm is mindenkinek, aki itt bent lakik, és segítünk egymásnak abban, hogy
ne csak túlélés legyen, hanem szép tapasztalat. Mindenkinek azt tudom javasolni, akinek bármi olyan problémája van az életben, hogy nem találja a helyét, vagy saját magával olyan, vagy nincs olyan kapcsolatban, hogy képes legyen úgy kezelni a hétköznapokat, hogy ez egy-egy egész, és azt lássuk, hogy a fűzöld és az égkék, ami remek fokmérője annak, hogy éljük meg a hétköznapokat, észreveszünk ezt a mindennapokban, hogy minden egyes apró részletben rejlik gyönyörűség és boldogság. Egy egyszerű derű, ami tovább segít minket a rögös úton, amin haladunk így ebben az életünkben. Még régebben, 10-15 évvel ezelőtt voltak bennem olyan elképzelések, hogy milyen jó lehet szerzetesnek lenni. Felmenni egy hegyre, senkivel nem találkozni, mindentől távol, minden ingertől elzárva. Ami lehet így is, mert vannak ilyen elvonulások, csak az nem egy életig, nem egy életen át tart, hanem mindig vissza kell térnünk a valóságba. De azt akkor nem volt lehetőség, vagyis lehetőségem se volt, meg nem is hoztam meg ezt a döntést, mert azért abban az élethelyzetben távol áll tőlem, hogy én most kilépjek és elvonuljak messzire. És most, hogy ide kerültem, megtapasztaltam azt, hogy egy kis részét annak, hogy milyen az a bent lakó élet, ami a félig, vagy én legalábbis úgy élem meg, hogy félig szerzetesi létet tapasztalhatok meg, azzal a rengeteg gyakorlással, szabálykövetéssel, engedelmes együttműködéssel, amit szükséges tanúsítanunk az itt létünk során. Ami még inkább megerősített, hogy nagyon szeretem a külvilágot, nagyon szeretem az embereket. Tehát arra mutat rá az itt létem, hogy minél inkább próbáljak úgy az emberekhez fordulni ezzel az egyszerű kérdéssel, hogy miben segíthetek. Ami azért jó, mert megadjuk a lehetőséget másoknak, hogy ők is egy kicsit megnyihassanak, és ha bármi problémájuk van, abban mi esetleg tudjunk segíteni számukra. Amit vihetek tovább a külvilágba is, és szeretnék is tovább vinni a külvilágba, mert ez ad egy olyan céltudatosságot az életemnek, ami azt hiszem, hogy fontos része lesz annak, hogy a későbbiekben is egy kiegyensúlyozottabb és számomra elégedettebb életet adjon olyan tapasztalásokkal, amik segítenek abban, hogy egy rendkívül gazdag és tapasztalatokban, örömökben és esetleg megható pillanatokban részesüljek, amire vágyom. Igazából most már csak egy köszönetet szeretnék mondani Csonga Szunimnak, Manjo Szunimnak és az összes bent lakónak, akivel együtt éltem ezt a remek, de elképesztően küzdelmes időszakomat, amiből már most le tudom vonni ezt a következtetést, hogy óriási letisztultságot és egyhegyűséget tapasztalhatok a hétköznapokban is, és ez fontos az itt lét, meg a jelenben való lét. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem, nem gondoltam volna, hogy ennyire jó fog menni. Eddig úgy éltem életemet, hogy a lámpaláz az mindig túlságosan is uralkodott rajtam, úgyhogy most azt hiszem, hogy egyel közelebb kerültem ahhoz, hogy ezt is helyre tegyem magamban. Köszönöm szépen!